Na, sziasztok! Itt vagyok most már utolsó nap reggeli után, kicsekkolás előtt 10 perccel, ugye már összepakolás majdnem készen van, gyakorlatilag egy-két perc is megvan utána. Hát menni kell, indul a busz vissza a pályaudvarra, aztán meg megyünk visszafele, mert a vonat is indul. Úgyhogy hát ennyi volt akkor. Az úton még szerintem fogok jelentkezni. Hát a többit meg majd meglátjuk. Az aksi még bírja, úgyhogy lesznek szerintem videók az útról is. Meg majd valószínűleg, hát a nyugatiból nem is majd otthonról jelentkezek, hogy most már hazaértem. Úgyhogy akkor utazásra fel! Ott jön a vonatunk? Már lesz valami. Még azért ott a Béla váltónál lehet valami. Hát váltóig kitolhatja. Kitérő beáll a váltó, akkor mi mehet tovább is? Bármi lehet még. Ott van Baligov is. Jó. Hát most nem Feribá volt az élvonató, hanem Gabi. Persze, akkor megy váltó még. Ó, megy az kitérőbe. Húsor végén vagyunk. Lazán belógott a váltóba. Ott viszont van egy roncskocsi a háttérbe. Hát azért most nem fogok bemenni. Ja, egyébként üdvözletem Krakkóról. Mögöttem van a vonat, amivel menni fogunk. Szerintem nagyjából most pont egyébként szembeállok a zével, és a mögöttem van a D-kocsi, amiben a jegyem szól, úgyhogy jó vagyunk. És itt van ez a kettő, amit az előbb mutattam nektek. Úgyhogy szerintem egy olyan 4 óra 20 perces indulunk is. Úgyhogy ha addig nem jön semmi, akkor felszállok a vonatra, aztán megyünk. Majd a vonatról még jelentkezem.
nézzétek, itt vagyunk most a lengyel határon. Már köze meg volt a mozdonycse, de ez visz minket tovább. Egyébként itt vagyok én is itt a mozdonyban, lassan indulunk, a mozdonycse éppen megvolt. Lassan megyünk tovább, és akkor ugye a szlovák határon lesz még egy mozdonycse, de meg majd utána szerintem Párkányban is lesz még egy. Úgyhogy én majd igyekszem mindig ott lenni. Na most már lassan szálljunk vissza, úgyis mindjárt megyünk. IBS lesz. Kínából rengeteg jön, főleg a szokott jönni azt, hogy Kelebia felől jönnek benneket a termotok, azokat hívják IBS lesznek, mindegy Kínából jön. Hát itt az összes IBS elrendelt jönzéki Kínából jön, hogy ilyenben van. Szél vagyunk, legeltünk a bejáratnál 10 percet, és most még az állomáson is fogunk, hanem most engedtek ki, na végre kaptunk ilyen kijáratot. Mondi, néztem valamit, hogy itt is állunk 10 percet egy vörös jelzőnél. Na de, legalább végre haladunk. Egyszer majd csak odaérünk, nem, hogy megéltő, véletlenül pontosan érkezzünk, még meg kellett minket fogni, tudnak ezt a bejáraton is, vagy 10 percre.
de még az állomáson is. Itt meg egy erotikus vonat, faszállító, mellettünk. Lassan most már csak megérkezünk, megyünk a díjba, úgyhogy lassan el kéne kezdeni összepakolni.